Mai adás témája a hátterezés lesz elsősorban, úgyhogy erről fogok majd beszélni. Sziasztok, Szalóki Ildikó vagyok, a Pontozott Világ oldal alapítója és alkotója, ez pedig itt a Pontozott Percek legújabb adása. Ugye a legelején említettem, fő téma ma a hátterezés lesz, ehhez hoztam egy kis inspirációt. Egy része már ismerős lehet, gyorsan mutatom is, de hoztam bele egy kis extrát is, ezt majd el fogom mesélni külön a videóban. De előtte még pár dolgot megosztanék veletek. Aki volt nálam viaszpasztás workshopon, azoknak nagy élmény lesz ez, mutatom. Jelentem, a türkiz és a kék metál viaszpaszta is elérhető már a webáruházban. Egyszerűen gyönyörűek ezek a színek, nem tudom mennyire látszik, imádom. Hogy még több színnel lehet majd játszani a háttereknél. A másik dolog pedig az oktatási anyagokkal kapcsolatos. Készítettem egy külön videót, mert úgy tűnik, hogy nem volt elegendő a leírás, és jó néhány embernek fejtörést okozott elérni az oktatási anyagokat. Úgyhogy nézzétek most meg a videót, remélem ez segítség lesz, és ezek után már sokkal egyértelműbb lesz, hogy hogyan tudjátok megnézni az oktatási anyagokat. Tényleg nem bonyolult, úgyhogy próbáljátok meg úgy megközelíteni, hogy igen, ez most más, mint ami eddig volt, és amikor változás van, akkor általában ellenállással szoktunk reagálni a változásnak, de esetleg kérdezzétek meg magatoktól, hogy mi lenne, hogyha most ellenállás nélkül állnék hozzá ehhez a dologhoz, sokkal könnyebb, rengeteg energiát felemészt az, hogy ellenállunk annak, hogy haladjunk előre, vagy hogy elfogadjuk a változást. Ez most nem egy drámai nagy változás, pusztán az oktatási anyagok más módon érhetőek el, mint korábban, mint amit eddig megszoktunk, tehát a korábbi megszokott metódusok most nem működnek, egy újat kell megtanulni. Ezt én is tapasztaltam már az életemben, hogy amikor beosztott voltam, és egy új programot kellett mondjuk megtanulni, akkor mennyire képesek voltunk ellenállni és háborogni, hogy borzalmas, kényelmetlen, nagyon rossz. Aztán egyszer csak így rájöttünk, hogy ja, hogyha nem állunk ellen, akkor rengeteg lehetőséget tudunk felfedezni ebbe az egészbe, és képesek vagyunk meglátni a jó oldalát is, hogy mennyivel kényelmesebb akár ez a fajta megoldás, úgyhogy én arra biztatlak benneteket, nem csak ezzel kapcsolatban, hanem minden mással kapcsolatban, hogyha valami újdonság van, nézzétek meg, hogy vajon mennyire álltok ellen neki, miért van az, hogy újra és újra próbálkoztok, és nem megy, nem megy, holott igazából csak az ellenállást kellene elengedni, és az abból felszabaduló energia már tovább lendítene, és borzasztó könnyedén tudnátok haladni tovább. Ezt azért mondom, mert ezt én is csinálom jó néhány esetben, tehát tudom, hogy milyen ez, amikor egyszerűen nem akarom azt a változást, de közben meg tudom, hogy ez a változás azért jó is lehet. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, akinek itt nehézsége volt akár megnyitni egy PDF-fájt, akár elérni az oktatási anyagokat, hogy nézzetek meg, hogy milyen az, hogyha esetleg nem ellenállásból próbáltok hozzáállni a változáshoz. És nyilván ez nem az oktatási anyagokra vonatkozik ez most, hanem az élet minden más területére is. Én azt fedeztem fel, hogyha nem az ellenállás teréből működök, hanem a megengedés teréből, amikor hagyom, hogy változzanak a dolgok, és hajlandó vagyok alkalmazkodni ehhez, akkor sokkal könnyedebben és gyorsabban tudok előre haladni. Úgyhogy ez nagyon hasznos tud lenni. Úgyhogy próbáljátok ki. Csak egyszer, csak magatoknak, csak buliból. Én szoktam ezzel játszani, ezzel a mondattal, mi lenne, ha megengedném magamnak. Csak ma, csak most, csak buliból, csak magamért. Úgyhogy erre biztatok mindenkit, akinek ez kihívás volt. Sokkal-sokkal könnyebb, mint ahogy ezt gondoljátok, és én tudom, hogy mindenki képes erre, tehát ezt mindenki képes megugrani. Úgyhogy hajrá, hajrá! Úgyhogy jöjjön most a videó erről, a hosszadalmas bevezető után, hogy hogyan is tudjátok az oktatási anyagokat megnézni. Hogyan is lehet legegyszerűbben megnézni az oktatási videókat, ezt fogom most nektek megmutatni. Első lépésként be kell lépni az oldalra, a fiókotokba. A legegyszerűbben ezt úgy tudjátok megtenni, hogy itt van itt az oldal felső sorába ez a kis emberke ikon, rákattintotok, beírjátok az e-mail címeteket,
és a jelszót, ami hozzá tartozik. Én most a tesztfiókomba fogok belépni. És itt már is mutatja egy kis pipa, hogy be vagy lépve a fiókodba. Majd ismét rákattintasz erre a kis emberke ikonra, és fölugrik egy ablak, ahol a megrendelések menüpontra kell kattintani, ez a legelső a sorban, és már is ki fogja dobni neked a korábbi rendeléseidet. Azokat a rendeléseket, amiben oktatási anyag van, vagy bármilyen letölthető tartalom, azt itt az oldalán jelzi. Ugye megrendelés állapota, és itt van egy olyan kis sor, hogy letölthető tartalom van benne. Itt erre a sorra bárhova, ha kattintasz, akkor bele fog lépni ebbe a rendelésbe, és picit lejjebb görgetve itt láthatjátok azokat a termékeket, ahol van bármilyen letölthető anyag. Az oktatási anyagoknál egy PDF-et tudsz letölteni, amiben a csatlakozási link van. Egyelőre ezt így tudtam technikailag megoldani. Tehát itt van a termék, itt van az oktatási anyag, és van egy ilyen kis gomb, hogy letöltéshez klikk ide, erre rákattintasz, és már is letöltődik egy PDF fájl. Ha ugyanezt telefonon csinálod, akkor ne lepődj meg, ez a háttérben történik meg, meg kell keresni a letöltések a mappát a telefonban, és ott fogod megtalálni a PDF-et. Arra nagyon figyelj, hogy olyan alkalmazással nyisd meg, ami nem csak a képet mutatja, hanem rendesen megnyitja a PDF-et, mert ha csak egy képnézegetővel nyitod meg, akkor nem lesz kattintható a benne lévő link. Úgyhogy ez sokaknak okozott fejtörést, hogy nem a megfelelő applikációval sikerült kinyitni a PDF-et. Ha ugyanezt gépen, asztali gépen csinálod, vagy laptopon, nem szokott előfordulni ilyen probléma, ott rendes programok nyitják meg. A telefonnál előfordulhat, hogy ilyen egyszerűsített applikációval pusztán csak a képet mutatja meg. De a lényeg az, hogy ha rákattintasz a PDF-re, akkor lesz benne egy link, amire rá kell kattintani, és oda fog juttatni téged a megfelelő oktatási anyagra, és nagyon fontos, hogy legyél belépve az oldalra. Az oktatási anyagok csak akkor megtekinthetőek a számodra, hogyha a saját fiókodba beléptél. Úgyhogy nagyjából ennyi, még egyszer mondom, tehát belépsz a fiókodba, itt erre a kis emberke ikonra kattintva, és utána, belépés után, ha ismét rákattintasz az emberke ikonra, akkor megjelenik egy ablak, ahol a megrendelések menüpontra kell kattintani. Ott kiválasztod a megrendelések közül azt, amelyikben az oktatási anyagot rendelted, rákattintasz, és már is ott van a lista az oktatási anyagokról, és a hozzátartozó fájlokat le tudod tölteni. És még egyszer mondom, nem letölthető oktatási anyagokról van szó, hanem egy zárt oldalon tudod megnézni a videókat akárhányszor. Úgyhogy azt a linket mentsd el magadnak, ami a PDF fájlban van, és onnantól kezdve bármikor, ha beléptél az oldaladra, meg fogod tudni nézni ezeket az oktatási anyagokat. Remélem most már tényleg egyszerű lesz számotokra is ez a pár lépés, és amint ezt megszokjátok, akkor onnantól kezdve már tényleg gyerekjáték lesz bármilyen oktatási anyagot elérni. És most jön a mai témánk, amiről a legelején beszéltem, ez a hátterezés. Ilyen márványos hátteret készítettem, amit ismerős lehet már korábbról, egyszer már készítettem egy hasonló videót. Ebbe egy pici pluszt vittem még bele, amit szerettem volna nektek megmutatni, mégpedig továbbra is a viaszpasztával játszottam, az egy szerelem most nálam. Az alapot feketével készítettem, tehát fehér alapon feketével pamacsoltam, de ezt a videóban majd meg fogjátok látni, hogy hogyan is készült, és száradás után kapott viaszpaszta réteget. Tehát azt tudni kell, hogy a kaméleon viaszpaszták fehér alapon szinte egyáltalán nem látszódnak, feketén viszont gyönyörűen felveszik a színüket. És hogyha több színnel is dolgoztok, akkor gyönyörűséges színátmenetes hátteret lehet készíteni. Napfényben látszik ez leginkább, ezt tudjátok már, hogy fotózhatatlan, videózhatatlan viaszpaszta meg a metál színek.
én bízom benne, hogy el tudjátok képzelni, hogy milyen. A másik, amit még szerettem volna megosztani veletek, nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag sikerült a saját csapdámba beleesni, amit erről rengeteget mesélek mindig, minden fórumon, hogy mindig olyan színekkel dolgozzatok, ami a tietek, amire vágytok, ami táplál benneteket. Na most nekem sikerült beleválasztanom olyan színekbe, amik szerintem tök jól néznek ki ezen az alapon, de annyira nem passzolnak hozzám, hogy borzasztó nehéz volt bármilyen mintát is rátennem ezekkel a színekkel erre az alapra. Pedig összességében továbbra is azt mondom, hogy így wow, de jó, de ezekkel a színekkel nekem most nehéz volt dolgozni. Úgyhogy újra elmondom mindenkinek, amikor ott álltok a kép fölött, és nincs ötletetek, azt mondjátok, hogy egyszerűen így fogalmatok sincs, hogy hogyan folytassátok, akkor nagy az esélye, hogy nem jó színekkel dolgoztok. Tehát nálam is ez volt, hogy egyszerűen nem jöttek a minták, nem jött az ötlet, úgyhogy így a végén nagyon egyszerűen le is zártam az egészet, mondom, oké, én nem kínozom magam tovább ezzel, hogy nincs ötletem. Nézzétek csak, hogy itt egész jól látszik a minta, hogy mennyire különleges ez a szín, ez a festék, amit használtam. Delikát szint és metál grafitot használtam egyébként a képen. Középen a zöld ezüst van, utána a metál grafitba kevertem be delikát ezüstöt, és azzal világosítottam, és itt a legszélén is delikát ezüst van, illetve a delikát zöld ezüsttel vannak ezek a világosabb színek, de ez a csodálatos és nagyszerű ebbe a festékben, hogy vannak olyan nézőpontok, ahol szinte alig látszik, máshol meg gyönyörűen kiadja a mintát. Nézzétek, hogyha innen nézzük, egész más hatása van. Én imádom ezt a fajta játékot, ezt a megjelenést, úgyhogy érdemes vele játszani, de fontos, hogy a megfelelő színnel dolgozzatok jó, mert egymilliószor könnyebb lesz, és sokkal szebb lesz a végeredmény is. Kevesebb lesz a hiba, jobban látjátok az egészet, és nagyobb lesz az élvezet is, úgyhogy ezt mindenképpen tartsátok kézben. És most jön a videó arról, hogy hogyan is készült ez az alap. Elsősorban egy háttérdíszítési technikát szeretnék nektek megmutatni. Néhányan emlékezhetek rá, mutattam már ehhez hasonlót korábban is. Még egy pici csavart akarok most beletenni. Most kifejezetten a világos háttérem van a hangsúly. Fehérre festettem az alapot. Közepére tettem egy fekete kört. Ugye ennek az a jelentősége, hogy a sötét szín az mindig kiemeli. Tehát a fekete az kiemeli a többi színt, és hogyha világos a hátterünk, pláne a fehér, akkor az egész minta el tud veszni, hogyha nincsen a közepén valami sötét, ami kiemeli így a mandala közepét, úgyhogy ez most azért került bele. Ez nem csak fekete lehet, teljesen más szín is lehet, sötét kék, sötét bordó, bármilyen. Nálam most azért fekete, mert én ismét a VS Pasztával fogok majd játszani egy kicsit. Úgyhogy a többi háttérrészt egy zacsival fogom megcsinálni. A zacsit helyettesítheti alufólia is, bármi, amit így össze tudtok gyűrni. De akár, ha nem ezt a mintát akartok, hanem valami mást, akkor köralakú szivacsal is lehet nyomdázni. Vagy akár krumplival, valamiért a krumpli nagyon a fejemben volt, úgyhogy majdnem krumplis lett a krumpli nyomdás lett a mai videó, de aztán visszatértem a zacskóhoz. Szóval az összegyűjt zacskót fogom belemártani a festékbe, és azzal fogok rá nyomkodni festéket az alapra, utána pedig megkapja majd száradás után a viaszpaszta réteget, és ugye miért érdekes ez annyira.
fogjátok látni, hogy a fehér alapon a kaméleon viaszpaszta gyakorlatilag láthatatlan, viszont fekete alapon gyönyörűen kijönnek a színek, és ha ezzel játszunk, hogy fehér háttér, fekete háttér, akkor nagyon szép színátmeneteket tudunk varázsolni így a háttérnek. Természetesen érdemes ezt úgy megcsinálni, hogy már készen van a mandalátok, és ugye itt a hátteret, a kilógó részeket díszítitek ezzel, vagy akár úgy is lehet, hogy az egész háttér ilyen mintás lesz. Ott viszont figyelni kell arra, hogy a mintás hátteret már nem igen lehet javítani. Tehát érdemes inkább utólag megcsinálni ezt. Itt most a példakedvéért nem állok neki egy komplett mandalát megcsinálni, hanem csak mutatom az alap elkészítését nektek. Itt lehet azzal is játszani, hogy a fekete az fekete marad, vagy nem fekete színt használtok. Én szeretek a viaszpasztával játszani, úgyhogy mindenképpen megmarad nálam a fekete, hogy legyen egy gyönyörű metálos színátmenetes rész itt is. Szóval a menet az lesz, hogy ezt belemártam a festékbe, nyomdázni fogok, majd ha megszáradt a festék, akkor viaszpasztával ezt a fekete részt át fogom majd színezni, és akkor lesz egy gyönyörűséges színátmenetes alapunk. Jó? És még egyszer mondom, ezt lehet akár a legelején, és akkor maga a minta rá tud futni erre a háttérre, vagy pedig csinálhatjátok úgy is, hogy ez csak egy lezáró elem, tehát amikor készen van a mandalátok, és ott van az üres rész, és nem tudtok mit kezdeni vele, akkor ott lehet használni ezt egy ilyen különleges lezáró elemként, különleges díszítésként. Thank you.
A menete úgy néz ki, hogy belemártom itt a festékbe. Nézzétek el, hogy ilyen mozgatos a kezem. Érdemes a kesztyűt venni, ebből is látszik, mielőtt elkezditek ezt a festési technikát. Tehát a palettába nyomtam ki festéket, ebbe mártottam bele először az acskót, majd fogtam egy műanyag dobozt, amivel szintén elkezdtem belemártani a festékes zacskómat, mégpedig azért, hogy a fölösleges festéket itt hagyjam ezen a felületen. És utána, amikor már éppen csak hogy volt festék az zacskón, akkor kezdtem el pamacsolni. Szép óvatos mozdulatokkal, tehát nem rányomtam, hanem csak laza mozdulatokkal kezdtem el ütögetni az alapot, és utána, amikor fogyott a festék az acskóról, akkor ismét a maradék festékbe itt belemártottam. Nagyon-nagyon kevés festék van itt rajta, és azzal folytattam tovább a pamacsolást, amikor úgy éreztem, hogy még több festékkel, akkor megint az acskót belemártottam a kinyomott festékbe, onnan ebbe az üres műanyag tálkába. Nagyon fontos ez a lépés, hogy ne direkt egyből ide kezdjetek el pamacsolni, mert egy hatalmas nagy festékpacátok lesz az alapon. Szóval legyen ez a köztes zsilipelős rész benne mindenképpen, itt a fölösleget gyakorlatilag ez az alap fölveszi, és akkor utána tudtok óvatos mozdulatokkal pamacsolni gyakorlatilag, és akkor meg lesz ez egészen különleges minta. Itt most fekete és fehér alapon, és most erre jön majd a viaszpasztázás, kaméleon viaszpasztával. Ahogy mondtam korábban is, a kaméleon viaszpaszta a fehéren nem látszik, a feketén viszont gyönyörűen felveszi a színét, úgyhogy nagyon szép színátmenetes hátteret tudunk csinálni, hogyha többféle viaszpasztát használunk. Nekem nagy kedvencem a kék és a zöld együtt, amivel nagyon szépet lehet csinálni, ehhez még esetleg a bronzot hozzá lehet keverni. A másik hármas, ami szintén gyönyörű tud lenni, az a lila, a barack és a kék. Nagyjából ebben a sorrendben, tehát lila alap, és akkor utána rá a kék és a barack. De nagyon szép együtt még egyébként a kék és a tűzarany, azt hiszem, az a pirosás, most hirtelen nem jut eszembe a neve. Szóval ez a vöröses viaszpasztás árnyalat, én azt ritkábban használtam eddig, de nagyon-nagyon jól mutat. Szóval innentől kezdve egy újabb játék az alapkészítése, amikor a viaszpasztával, illetve a viaszpaszta színeivel játszunk tovább. Thank you.
számotokra ez a kis videó, és újabb inspirációt tudtok felhasználni a saját képeitekhez, nem csak teljes háttérként, hanem akár a kész mandala köré is lehet ezt a mintát tenni. Szerintem nagyon különleges hatása van. Nekem nagyon tetszik ez az igazság, de nyilván ez ízlés dolga is. Rengeteg felhasználási lehetősége lehet, hogyha visszafogottabb képet akartok, egy monokrom képet csinálni, akkor föl lehet dobni ilyen háttérrel. Mára ennyi lett volna a pontozott percek adása, jövő héten ismét jelentkezem, addig is érezzétek jól magatokat, és hát pontozatok sokat. Sziasztok!